Sziasztok, Pala vagyok, és itt vagyok egy újabb vloggal. Alapvetően megpróbálok titeket megnyugtatni, hogy nem vagyok eltűnve, nem, nem, nem tértem le a pályáról, hanem egy ö, olyan őrült nagy projektbe fogtam, ami, ö, hogy mondjam, hát időben és főleg energiában egy kicsit ö, ö, ki akar rajtam fogni, de nem hagyom magam, ugyanis ö, hát nagyon sokszor kérdeztétek már tőlem az elmúlt lassan már tíz évben, hogy... Ö, én mit is, mit is dolgozok, és ugye erre mindig az volt a válasz, hogy én bitkábel installátor vagyok, ami, ami szerintem kielégítő volt abban a szempontból, hogy igazából teljesen mindegy, hogy mit csinálok, amikor ugye játszok egy csatornán, tehát hogy ez szóljon a játékról, meg szóljon arról, hogy jól érezzük magunkat, és ne arról szóljon, hogy mm, mm, most, most miből élünk meg. Ez alapvetően megváltozik, ha nem is a mai nappal változik meg, hanem már elkészült egy teljesen új brandingem, ami egy szervíz tulajdonképpen. Viszont szerviz szinten nem nem, nem az alkatrészek cserélgetésében merül ki a történet, hanem mikroműszerészetben is, ami azt jelenti, hogy mikroszkóp alatt alaplapi szinten javítunk. Például itt körülöttem egyébként most ilyen, ilyen brutális mennyiségű javítás alatt lévő cucc van, és Hát várok, egy csomó esetben várok alkatrészeket. Például itt van most, ez, ez itt egy Lenovo laptopnak a háttérvilágításához a biztosíték, ami így hát egy ilyen robbanásszerű állapotot mutatott az alaplapon, úgyhogy azt ki kell cserélni, azt nem ellenőrizni, hogy mi a hibás rajta, de nem ez a lényeg. Alapvetően az a lényeg, hogy, hogy a gaming csatorna az ugye hobbi, tehát, hogy ez, ezt azért be kell látni, hogy ez hobbi, és uh, jelen pillanatban a szerviz létrehozására koncentráltam az elmúlt hónapokban, tehát most már itt hónapokról beszélünk. Ez nem most kezdődött, nagyon-nagyon-nagyon uh, sok eszköz, uh, alkatrész, kellék, szerszám, minden szírszart be kellett szereznem, ami uh, maradjunk annyiba, hogy nem a csillagfejű csavarhúzó készlet uh, szintjén merül ki. Uh, As a cat. az eszközteszteket, a javításokat, ezeket ö, ö, gondolkodtam rajta, hogy akarom-e egyáltalán a jelenlegi gaming csatornára behozni. Ö, voltak már szerelős videóim korábban is, ö, viszont, viszont ezek nem voltak megfelelő kameraállással ellátva, nem voltak megfelelően a hangbe lőve, stb. És ö, amikor amikor mutogattam nektek, hogy, hogy, mert hogy kis mikrofon, lófaszom, ezé, ö, ez, ezek mind-mind ahhoz kell, Ellenek, hogy én egy uh, uh, tulajdonképpen a um, létre tudjak hozni egy vállalható videós környezetet uh, szerelésre. Nem mondom, hogy minden megvan, de de úgy nagyjából kezd összeállni a történet, és emellett uh, van egy helyiségkialakításról is szó, a, ahol a hát a helyiség az maradjunk annyiba, hogy jelentősen romosabb állapotban van, mint amire én számítottam. Nem számítottam sok jóra, de ekkora kakira se, ami ott van. Értsétek ez alatt, hogy az előző tulaj, vagy a bérlő, az előző bérlő, az, az, az így konkrétan ott hagyott egy ilyen, szerintem egy olyan másfél konténernyi szemetet ebben aztán az énekes halottól kezdve minden van, a régi bakelit az ott hagyott fa szekrényen át, mézé, és egy nagyon rosszul megközelíthető szekrényen, nagyon rosszul megközelíthető helyről beszélünk. Tehát uh, alapvetően a, a szerviz kialakításának első lépcsője, hogy valahogy ki kell zsuvázni a helyiséget, ami mondjuk nem az erősségem, és akkor aki engem egy kicsit közelebbről ismer, az tudja, hogy valóban nem az. Tehát, hogy én, én ezt ezt nem nagyon szeretem. Mindegy, ezen nagyon-nagyon ezen sokat kell dolgozni, de, de van másba is sajnos, és hát ahhoz, hogy 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 ez, 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 ezek így gördülékenyebben menjenek előre felé. Kénytelen vagyok, jobban koncentrálni rá. Emiatt nem maradt már időm arra, hogy én gaming tartalom, meg videórenderelés. Egyszerűen, egyszerűen háttérbe szorult a játék a munkával szembe. Ez az, ami miatt én most borzasztó időhiányjal szenvedek. Ugyanakkor elég nagy a nyomás rajtam, hogy jó lenne, ha legalább tájékoztatnálak titeket, hogy miről van szó. Úgyhogy, ja, hát büszkén jelenthetem be hogy elindítottam a saját szervizszolgáltatásomat, ami alapvetően számítástechnikára épül, illetve nyáklapi mikroelektronikai szervizelésre, és ennek a márka neve, majd így nem tudom, leírásba berakom, Electrofix lesz. Ennek természetesen van már weboldala, ami ilyen készítés alatt, de már, már működik, meg ezért. Tehát van weboldala, van uh, Facebook oldala, és lesz egy külön YouTube csatornája is. Uh... Alapvetően a YouTube csatornán uh, már a kész bemutatását akarom a vagy a szervizelésnek, vagy a szerszámoknak mutatni, ugye mikor mi jön, uh, és itt, uh, itt, itt csiliónyi kütyűről beszélünk. Uh, tehát, hogy itt uh, értsétek, a, uh, van itt mellettem már, hát most nem tudom idehoz, hát ah, mondjuk lehet, hogy ide tudom rángatni, hogy hogy például, csak így például a jó, áh, lejött a talpáról király, így megpróbálom időbrángatni, csak hát a kábelek rövidek, például mikroszkóp. És ez, ez, ez csak egy pillanat, csak most meg vissza kell raknom, ez a kicsi kínai sárga, de a miénk? a kurva jól működik, tehát, hogy ö, egy csomó eszköz bemutatót fogok tudni majd ö, ö, produkálni, amikor eljutok odáig, hogy egyáltalán ö, a munka érdemi részéről beszéljünk, de ugye hát a helyiség az az borzal. Tehát a bejárati ajtótól, az ablakon át, a plafon, a fal, a minden szar, és tele van szeméttel. Tehát, hogy így nagyon-nagyon sok munka lesz ott, ráadásul a közeljövőben. És Uh, igen, hát itt a, a hobbi játszós YouTube csatorna, mint olyan, uh, emiatt háttérbe szorult. Uh, borzasztó sok munka van még eleve mindennel is, tehát hogy egy ilyen kialakítása és megkezdése publikusan durva. Uh, Példának hozom csak föl, hogy például ugye, ö, a szerviznek kell egy e-mail cím, telefonszám, stb., azért ö, ö, egy új telefonelőfizetés kellett kötni, új készülék, ezért, ugye elkülöníteni a magánéletet a munkától. De például itt van mellettem a szerviz telefon tehát hogy azért mondom, hogy most már azért nagyjából működőképes, legalábbis így kifelé. Tehát, hogy, ezért, illetve föl kellett állítanom itt magam mellett a, streamergépet, streamer gépet, azt tudja, hogy van, le kellett oda raknom a földre, és itt fölállítottam magam mellette egy ö, teljes ö, ilyen idéglenes szervizet, ami, ö, amivel pedig ö, tudok dolgozni. Ö, mert, hogy, mert hogy, a munkákkal lehetne előre lépni, ugye pénz kell mindenhez, ezt gondolom egyértelmű. Uh, úgyhogy, úgyhogy ezen, 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 kezdtem el őrült tempóban projektelni, és, és ezt a előre, amennyire lehet, és közben jövöget be nem sok, tehát itt ez még nem megélhetési szint, de ö, 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 jövögetnek be munkák, és a, mindenféle munka jön be, tehát azért mondom, hogy van itt ö, szétbontva mellettem egy ö, olyan laptop, aminek a, Uh, háttérvilágításának a biztosítéka, az szó szerint felrobbant a számítógépben, és uh, uh, ki kell cserélni a biztosítékot. Utána meg zárlatot kell keresni, mert tipre mondom, hogy a biztosíték nem azért durant föl, mert neki kedve volt feldurranni, hanem azért durant föl a biztosíték, mert hogy elment egy kondenzátor, tehát uh, utána meg kell találni a zárlatos kondenzátort, és azt is ki kell cserélni, és hogy, hogyha ezeket megoldottam alaplapi szinten, akkor utána összerakhatom a laptopot, és kipróbálhatom végre. Tehát, hogy um, ilyen munkákat tervezek bemutatni majd jövőben a YouTube csatornán, ami alapvetően az egyik oldalon ugye promóciós tevékenység, hogy ezt is el tudjuk végezni, a másik oldalon pedig uh, arról szól a történet, hogy... Uh, ez, 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 azért erősen egybevág a jelenlegi érdeklődésemmel. Nyilván itt itt, 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 mindenféle gyakorlati hiányosságok, azok még felmerülhetnek, de nem a laptop szereléssel, meg a számítógép szereléssel. Nagyon sok esetben például a, a, van egy csomó olyan eset, amikor egy halott alaplap, vagy egy nem bútoló laptop felpörög, fekete kép, tehát hogy nincs kép, háttérvilágítás, semmi, és az a baj, hogy elment a BIOS. Ilyenkor ugye le kell szedni az alaplapot, le kell forrasztani a bios chipet, azt egy bioszíró készlettel újra kell írni, majd vissza kell forrasztani, és akkor, hogyha szerencsénk van, akkor utána simán fog elindulni a számítógép. Tehát, hogy amikor, amikor ezekről a szintű javításokról beszélünk, ezt mindenképpen legalábbis hosszú távon, most az elején ugye inkább megcsinálom és próbálok pénzt csinálni, hogy legyen pénz arra, hogy kialakítsam a szerviz helyiségét, de, de alapvetően ezeket szeretném mindenképpen bemutatni. Onnantól kezdve, hogy már, már nem ezzel kell foglalkoznom, hogy a kialakítás, meg a... Ezért, kicsit azért fel fog szabadulni az időm, tehát hogy mindenképpen, mindenképpen az a terv, hogy... Mm, Minél, minél, gyorsabban visszáják a rendes kerékvágásba, és, és, akkor utána már tudunk gaming videókat is forgatni rendesen. Továbbra is a vlogot, gaming tartalmat azt a, a privát csatornámon szeretném megjeleníteni, a, a bénázásokat, a, az összes ilyen helyiségkialakítás, hogyan állt össze a dolog. Ezért, ezeket itt szeretném nektek bemutatni a, a szervizemnek a csatornáján, meg a szervizemnek a kifelé menő tartalmaiba, pedig már, már inkább az idézőjelbe professzionális tartalmat szeretném megjeleníteni, ha, hogyan kell megjavítani, hogy kell megcsinálni, mi, mivel működik. Mi, ha forog, akkor vajon villamos-e? Tehát, hogy na, szóval értitek, amit mondok? A, alapvetően a, mm, van, egy, van egyszer egy ilyen egy, egy, egy munkakommunikáció, meg van egyszer egy privát kommunikáció, és végülis az a döntésem született, hogy ezt teljesen külön választom egymástól. Úgyhogy, úgyhogy ja, hát hogyha érdekeltiteket a dolog, vagy javítani való dolgotok van, akkor mivel már él az e-mail, él a telefonszám, a címem nem változott meg, tehát hogy egyébként se fog, mert a szerviz is itt van a házon belül, ezért Hogyha, hogyha bármilyen javítani valótok van, akkor forduljatok hozzám. Szerintem kiírtam az árakat is a weboldalra, tehát, hogy azért úgy fel tudtok készülni a csapásokra, de alapvetően mindig az volt a kérdés, hogy na, miből él a pala? Hát ilyenekből, hogy javítunk, szerelünk. Ezt, ezt, ezt nyilván tettem helyszíni szervizben, tettem idehozott gépekkel is. Ezt akarom egy kicsit most felpörgetni, egy kicsit úgymond, úgymond professzionalizálódni, belerakni ugye a 20 év tapasztalatát, ami azért úgy van mögöttem némi számítástechnikai javításnak a tapasztalata, Úgyhogy, ja, hogyha érdekeltiteket, akkor nyugodtan megnézhetitek, berakom a leírásba a linkeket, van ilyen weboldal, meg Facebook csatorna, meg ezért, illetve ha van valami javítani valótok, vagy ö, 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 ilyesmi, akkor van egy hivatalosan egy szerviz telefonszámunk, úgyhogy, vagy telefonszám, a, itt van mellettem ugye a szerviz telefon mindig. Remélem, föl is van töltve. Jó, nagyon. Hát mondjuk mitől merülne, nem csörög ez naphosszat. Szóval a lényeg az, hogy nyugodtan forduljatok hozzám bizalommal, hogyha bármilyen szerviz igényetek van, alapvetően ugye nyilván informatikai témával foglalkozunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudok szétszedni egy telefont meg összerakni, tehát hogy nyilván itt laptop, telefon, tablet, de volt már kazánnak vezérlő rendszere is, úgyhogy a, eléggé nyitott vagyok én sok mindenre. Azt tudom ígérni, hogy igazából megpróbálok korrekt lenni veletek, vagy a, tehát hogy az ügyfeleimmel, és, és, és ez, a, ez, a, ez a legtöbb, amit ugye lehet ígérni, mert ahányféle munka, annyi különbözőféle szituációval lehet találkozni, és, 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 már volt olyan telefonhívásom, gyerekek, milyen pasztát használok, hogyha kitakarítok egy laptopot, és újra pasztázom. És akkor mondom neki, hogy hát ez valamilyen MX4, igen, Artic MX4, az van itt az asztalomon, ilyen gigantikus tubussal, tehát hogy ö, ö, alapvetően néha jönnek be fura kérdések, amiket így nem nagyon tudok hova elhelyezni, de hát próbálok türelmesen válaszolni rá, néha meglepődök. Ennyi történik igazából, úgyhogy, ja, de legalább tudjátok, hogy mit csinálok, meg tudjátok, hogy nem vesztem el. Egyébként volt egy pár olyan e-mail is, amire ö, válaszoltam, mert mert megkérdezték tőlem, mi a kő, hova tűntél, pala Nyugi, nem tűnök el tehát hogy ez, 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 ez fel sem merül. Igazából az van, hogy a, a pénzügyi bevételi forrásaimat egy picit stabilizálni kell, és ö, nyilván ez prioritást élvez a játék, meg a játékvideók fölött. Ez nem azt jelenti, hogy nem játszottunk, ez azt jelenti, hogy ö, hiába játszunk rohadt sokat, esetleg este, vagy éjszaka, vagy délután, vagy ilyesmi, ö, alapvetően nem rögzítjük, hanem, hanem, már ilyen levezető, ilyen szórakoztató jelleggel játszottunk, és, és, hát nem is túl széles a repertoár maradjunk annyiban, hogy nem túl széles a repertoár, három játékkal játszottunk az elmúlt időkben, amikor ilyen csapatostól összeverődtünk a vityával, meg a tazzal, akkor általában loloztunk, a, amikor a vityával kette játszottunk, akkor vagy loloztunk, vagy hogy, hogyha fölidegesítettük magunkat két játék után, akkor elmentünk Kingdom Sribornozni vagy Project Zomba ozni Mindenképpen szeretném megmutatni majd nektek egyébként a Kingdom reborn t ö, még egyszer, illetve a Project Zomba idot először, mert hogy mind a kettő szerintem egy elképesztően... Érdekes játék. A Kingdom's Ribbon az nekem függőséget okozta, mindegy arra én A Project Zomboid az a vityának okozott függőséget, de én is megtaláltam benne, hogy mi a szép, és éppen a tasz győzködjük, hogy ő is álljon be a sorba. Úgyhogy igen, hát így ez van, ezt csinálom, próbálok egyről a kettőre jutni az életben. Alapvetően a legnagyobb segítség, amit, amit ti tudtok tenni, nagyon jó, hogy most csipogsz, a, 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 legnagyobb segítség, amit ti tudtok tenni, értem most jelen pillanatban, az az, hogy, hogy, hogy megosztjátok ezt az Electrofix szervizet, akár Facebookon, akár ismerősnek, illetve ha valakinek szüksége van javításra, forduljatok hozzám bizalommal, hogyha bemondott, hogy a palacsatornáról jöttél, akkor automatikusan 10% kedvezményt adok, és akkor mm, ezzel így némi akció jelleggel megpróbálom magam bepromózni, hát na, szerintem, szerintem aki ezt meg kipróbálja, az látni fogja, hogy egészen más a hülyeskedés a Youtube-on, meg egészen más a valós élet a munkában. Úgyhogy, ja, nézzétek meg a weboldalt, iratkozzatok föl a Youtube, illetve Facebook csatornára, oldal is, ö, úgyhogy igen, ilyenek vannak, ezt csinálom, ö, de nem tűntem el nyugalom, és, ö, és, és, hát én nem akarok spoilerezni, de a tazzal már beszélgettünk róla, hogy lehet, hogy folytatnunk kellene a Szeftek Aegis ben a kalandozásainkat, ami nyilván nem tűnt el a szerver, tehát hogy az így megvan. Köszönöm nektek a figyelmet, További kellemes napot kívánok nektek! Sziasztok!